Sziasztok, üdv újra a csatornán, ha pedig új vagy, akkor szia, én Jösze vagyok, és ez itt az Anya Mindenhez is. Korábbi videóimban említettem, hogy ezen a héten a csatorna betöltötte az első évét, egy éves lett, ami számomra szintén hihetetlen, mert gyorsan pörög az idő, nagyon gyorsan elmúlt ez az egy év, és olyan, mintha még csak most vágtam volna bele. Még mielőtt bármibe is belekezdenék, ezen a felületen is szeretném nektek nagyon szépen megköszönni, hogy eljutott ideig a csatornám. Amikor belevágtam, akkor azt mondtam, hogy majd meglátjuk, mi lesz. Ha nem kezdek bele, akkor sohasem fogom megtudni. Előtte rengeteget gondolkodtam rajta, mire aztán tényleg belevágtam. Hát próbáljuk meg, megpróbáltam, és elképesztő, hogy hol tartunk most. Én ebben nem is reménykedtem. Ez itt most a 60. videó, amit készítek. 2800 feliratkozóm van kis híján, és több mint 285 000 megtekintés van jelenleg a videóimon. Elképesztőek ezek a számok, és szeretném nektek nagyon szépen megköszönni, hogy itt vagytok velem, hogy nézitek a videóimat, hogy ennyit tanulok én is tőletek, és hogy ennyire pozitívak a visszajelzések. Ettől féltem a legjobban, hogy milyen lesz aztán majd a fogadtatás. Óriási energiát merítek abból a sok kommentből, amit írtok nekem. Legyen az dicsérő szó, legyen az tanács, kritika, vélemény, mert mindegyikből tanulok, mindegyikből építkezek, és mindegyik jó szándékú. Úgyhogy köszönöm szépen ezt nektek még egyszer, hogy itt lehetek, hogy itt vagytok velem, és hogy nézitek a videóimat. Remélem, hogy a jövőben is tudom majd nektek hozni azokat a videókat, amikre szükségetek van, amiből töltekezni tudtok, amiben találtok magatoknak valamilyen hasznos, szórakoztató vagy inspiráló dolgot. A korábbi videókban említettem, hogy arra gondoltam, hogy ez alkalomból, hogy egy éves lett a csatorna, elkészíteném az első kérdez-felelek videómat. Közben azért minden videóhoz érkeznek kérdések, amire mindig igyekszem minél előbb válaszolni, viszont azért vannak olyan visszatérő dolgok, amit többen megkérdeztetek már, és hosszú lett volna akkor ott írásban kifejteni, úgyhogy ezeket a kérdéseket én most itt összegyűjtöttem, és akkor legyen ez most itt az első kérdez-felelek videóm. Tehát az első kérdés, honnan ered a becenevem? Nem biztos, hogy mindjárt láttátok a leges-legelső videómat, ahol bemutatkozom, ahol indítom a csatornát. Itt meséltem el egyébként akkor a kezdetek kezdetén, hogy az általános iskolás osztályfőnököm, akit egyébként nagyon-nagyon szerettem, ő szólított engem először második osztályban Jöszönek. Ez a monogramom. J.S. a lánykori nevemből a monogramom. Egyébként Szandrának hívnak, de akkor ez a Jöszö annyira rám ragadt, és annyira a részem lett, hogy a gyerekkori barátaim egyáltalán nem szólítanak Szandrának, Szandinak, semmi ilyesminek, Jöszönek szólítanak. Mivel többen voltunk az ismeretségi körben a suliban Szandra, Alexandra névre keresztelve, ezért kapóra is jött, hogy ezzel engem egyértelműen meg lehetett különböztetni. Így lettem tehát Jöszö. Egyébként én is nagyon szeretem. A második kérdés, hogy mit tanultam? Én konduktornak tanultam Budapesten. Nekem a testvérem mozgássérült, ő is a Pető intézetbe járt oviba, és ezen valószínűleg ennek köszönhetően ismerkedtem meg a konduktív pedagógiával és a konduktorok munkájával, és aztán én is ezt választottam tovább tanulásomkor. A konduktorok mindenféle korosztályú központi idegrendszeri sérültekkel foglalkoznak, tanítják őket, tanítjuk őket a mindennapi tevékenységekre, hogyan tudják minél önállóban megoldani, viszont ugyanúgy óvodapedagógia és iskolai pedagógia is van benne, de foglalkoznak a konduktorok felnőttekkel is. Berakom nektek a leírásba a Pető intézetnek az elérhetőségét, hogyha esetleg ezzel újat mondtam, és érdeklődnétek ezzel kapcsolatban,
további információk iránt, akkor meg tudjátok nézni a Pető Intézetnek a honlapját. Tehát én konduktorként végeztem, és még mielőtt ott lediplomáztam, elkezdtem már a Pázmány jogi karán a nemzetközi igazgatás szervezést, ahol tanultunk közgazdaságtant, politikát, megtanultuk az Európai Uniónak minden területét, működését. Az első évet csináltam párhuzamosan a Pető Intézet utolsó évével, majd utána aztán visszajöttünk Budapestről vidékre, és innen folytattam tovább, én a Pázmányt levelezőn csináltam, hétvégente jártam Pestre az óráimra, egyébként pedig egy építőipari cégnél helyezkedtem el egy egészen más munkában, mint amit egészen addig tanultam, úgyhogy abszolút új volt számomra. Az építőipari cégnél csupa olyan dolgot csináltam, ami nem konkrétan az építőipari része egy cég működésének, tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy munkaerőfelvétel, munkaerőkiléptetés, céges járművek ügyintézései, vizsgáztatásai, akkor az irodafelszerelés. Én voltam a felelőse a nemzetközi szabványoknak, az irányítási rendszernek, az auditoknak, illetve nagyon sok minden. Ezt szerettem benne, hogy annyi lótifuti dolog volt benne, annyi plusz feladat volt benne, hogy nagyon változatos volt, és hogy lehetett benne pörögni bőven. Onnan jöttem el aztán én Bendegúzzal szülési szabadságra, és ugye a Bendegúz után pedig érkezett Abigail, úgyhogy nem tértem vissza még a munka frontjára. Innen is látható, hogy nagyon-nagyon szerteágazó egyébként az érdeklődési köröm is, és közben, míg én ennél az építőipari cégnél dolgoztam, diplomáztam le a Pázmányon, ezen a nemzetközi igazgatás szervezésen. Aztán a harmadik kérdés, hogy hiányzik-e a munkahely, és hogy visszamegyek-e dolgozni. Igen, vannak olyan időszakok, amikor hiányzik a munkahely, vannak olyan időszakok, és szerintem azért azoknak az édesanyáknak, akik viszonylag hosszú ideig vannak otthon, azért vannak ilyen időszakok, mikor azért egy kicsit besokallunk az itthonlétből, hiába próbálunk azért menni rendszeresen a gyerekekkel, mikor egy kicsit felnőtt társaságra vágyunk, hogy ne csak egész nap mesélés menjen, meg rendreigazítás, meg énekelgetés, meg stb., hanem kell egy kis felnőtt társaság, új kihívások, amik egy kicsit megmozgatnak itt is. Voltak olyan alkalmak, amikor hiányzott a munka, vagy nem is pont kifejezetten a munkahelyem, hanem valami újdonság. De valahogy ilyenkor aztán az élet mindig adott nekem egy lehetőséget, amivel egy kicsit kiléphettem a négy fal közül. Ilyen kitérő volt például a két gyerkőc között, hogy egy rövid ideig besegítettem itt a falunkban, a kocsmában. Életemben nem csináltam ilyet előtte. Abszolút új volt a kihívás, a feladat, a dolog. De tök jól jött, mert egyrészt sok mindenkivel megismerkedtem a faluban, akit azelőtt még nem ismertem, vagy maximum látásból. Beletanultam egy új fajta munkába, és nagyon jó társaságot ismerhettem meg. Egy kicsit kiléptem a melegítő nadrág, a mosogató, a mosógép és a gyerekszobák káosza közül. És az akkor egy kicsit újra lendületet adott. Tehát ez egy munkámtól nagyon távol álló dolog volt, de akkor nagyon hasznos volt, és nagyon jól jött. Hogy visszamegyek-e dolgozni? Igen, nyilván, hogyha a gyerekek már annyi idősek lesznek, azért én úgy gondolom, hogy nem vagyok egy háztartásbeli figura. Vannak, akiknek ez nagyon jól megy, és le a kalappal előttük, De úgy gondolom, hogy vissza fogok majd térni azért a munkába is. Azt még nem tudom pontosan megmondani, hogy mikor. Nekünk itt a faluban bölcsödénk nincsen. Beszélgettünk már róla Atissal, hogy ha meglátjuk, hogy hogy áll akkor a helyzet, meg hogy én is hogyan gondolom, lehet, hogy nem bölcsizünk, hanem inkább még kivárunk egy kicsit, és aztán majd az óvodakezdéssel fogom Abigailt eladni itthonról. Tehát, hogy valószínű inkább majd óvit kezd, és nem bölcsit. Meglátjuk, hogy alakul a helyzet addig.
Van-e időm képezni magamat? Ez a következő kérdés. Mindig megvolt rá az igényem, hogy képezzem magamat. Láthatjátok abból is, hogy azért nagyon eltérő, különböző dolgokat tanultam. Én annó részt vettem még egy esküvőszervező képzésen is, meg jártam nyelvtanfolyamra, meg próbálkozom itthon ezzel a grillás készítéssel, csak így autodidakta módon. Jelenleg, amit nagyon nyűvök, már jó ideje, az a német nyelv. Nagyon szeretnék megtanulni németül úgy, hogy nagyon nem tetszik a német nyelv, viszont úgy gondolom, hogy az országnak ezen a részén ez lenne az egyik legpraktikusabb, leghasznosabb nyelv, és számos új ajtó nyílna meg előttem. Én nekem angol az első nyelvem, ebből nyelvvizsgát is szereztem, illetve szaknyelvi nyelvvizsgám is ebből van a pázmányon, és kellett volna a pázmányra még egy második nyelvből nyelvvizsga, ezért gyúrtam a németre. Aztán a Covid-nak köszönhetően a diplomámat megkaptam, de a nyelvvizsgám ugye nincs meg hozzá, úgyhogy én ezt így nem tartom fernek és befejezetlennek érzem, úgyhogy nyüstölöm még magamat, hogy igenis szeretnék megtanulni németül, mert tudom azt, hogy fantasztikus jó dolog egy nyelvet beszélni és megérteni másokat. Ha nem erőltetném ennyire a németet, akkor már háromszor megtanultam volna olaszul, úgy gondolom, mert ez volt a gimnáziumban a második nyelvem, de a németet erőltetem, mert itt nálunk az lenne a legjobb, a leghasznosabb és a legkifizetődőbb. Úgyhogy tanulom a németet egyelőre itthon, mert voltak alapjaim németből, és nagyon sok mindent be tudnék hozni magam, még mielőtt tanfolyamra megyek. Csak ugye így meg nem ülök neki olyan következetesen, mintha tanfolyamra járdik. Ez egy folyamatos küzdelem magammal. Az önképzésnél szeretném még mindenképpen hozzátenni azt is, hogy amikor elindítottam a csatornát, elképzelésem nem volt a videókészítésről. Úgy vágtam neki, hogy volt nekem egy kis telefonom, aminél csak reménykedni tudtam, hogy azért vállalható minőséget és hangot fog produkálni, és azzal csináltam meg az első 30-35 videómat, annyit biztos. Utána mondtam azt, hogy jó, akkor nézzünk valami kis kamerát, és akkor lett meg ez a kis kamerám, Canon kamerám használtan, viszont a hangot például azóta is a telefonommal veszem fel, majd aztán egyszer a következő az lesz, hogy még szerzek egy jól használható, jobb hangzású mikrofont. De ebbe a videókészítésbe én folyamatosan tanulok a saját küzdelmeimen, a saját szenvedéseimen, hogy milyen programot használjak, azt a programot egyáltalán hogy kell használni. Voltak olyan programok, aminél háromszor szállt el a videóm, és fél éjszaka azon szenvedtem, hogy már pedig nekem ez föl kell, hogy ma menjen. Akkor hamar gyorsan új programot keresni valahonnan, és akkor újra vágni az egészet, azt akkor rájönni, hogy kell újra megcsinálni. Úgyhogy mindent a saját bőrömön tapasztalom ki, de úgy gondolom, hogy ez alatt az egy év alatt rengeteget tanultam, és kaptam is ilyen visszajelzéseket, hogy azért a jelentős különbség van most már az első egy pár és a jelenlegi videóim között, aminek aztán pedig nagyon örülök, mert ez azt jelenti, hogy tényleg tanulok, és jó irányba haladok vele. A következő kérdés, amit már sokan kérdeztetek tőlem, és lehet, hogy fűznöm kéne el köré egy videót, mert lehet, hogy hosszúra nyúlok. Milyen motivációs videókat nézek, honnan merítek motivációt? Rendkívül különböző az érdeklődési köröm videók szempontjából, attól függ, hogy éppen milyen hangulatomban vagyok, és mire van szükségem. A csatorna elindításában is nagyon nagy erőt és lendületet adott nekem Tiffany Beeston, a Beauty and the Beastons csatorna készítője, ő egy amerikai édesanyja, most már 4 gyermeke van, és 4 éve videózik, hogyha jól tudom. Teljesen véletlenül akadtam rá az interneten, elkezdtem nézni a videóit, és nagyon-nagyon tetszenek a videói. Ő az, aki, hogyha az én videóimhoz hasonló motivációra vágyom, akkor őt nézem meg. Ő is rak föl videókat főzésről, takarításról,
rendszerezésről, dekorációkról, parti szervezésről, nagyon sok mindenről. Aztán szoktam még nézni például Isabel Page videóit. Isabel Page egy nagyon fiatal, 20 éves lány, aki Amerikában valahol kint él az erdőben, egyedül egy pici kis konténerből épített házikóban, és vegán életmódot folytat, minimál életmódot folytat, ott él, járja a természetet, és most már hatalmas kertet művel ott, önfenntartó életet próbál élni. Az ő videóit azért szeretem nézni, mert sokszor ilyenkor az önt el, hogy igen, ennyi is bőven elég. Felesleges hajtani a sok cuccot, felesleges hajtani a sok felesleges holmit, mert nem abban találja meg az ember a boldogságot. Róla egyébként már beszéltem a Lassabban szeretnék élni című videóban, mert ő kifejezetten ezt a vonalat erősíti bennem, amiről ott is beszéltem. Aztán szoktam még nézni Gocsál Eszternek a videóit. Ő egy magyar lány, aki kint él Amerikában, jogaoktató, és egyébként szintén vegán, és szintén minimalista életmódot folytat. Szerintem nagyon klassz benne, hogy baromi egyszerűen szemléli akár a vegán táplálkozást, az egészséges étkezést, a sportolást, a minimalista életet. Semmit nem bonyolít túl, nem nyom az arcodba ezerféle terméket, meg hiper-szuper csodacuccokat, meg étrendkiegészítőket, meg mi egymást, hanem az egész életet az egyszerű oldaláról közelíti meg, és néha rám fér, hogy úgy helyre tegyék bennem, akármiről is van szó, hogy ne bonyolíts túl, ez full egyszerű. Nem szabad ezt túl gondolni. Tehát Gocsál Esztert is nagyon szívesen nézem. Hát talán ez a három, amit tényleg rendszeresen nézek. Ezen kívül azért szoktam keresgélni, és nézegetni videókat, de ők az a három ember, akiknek rendszeresen visszatérek a videóikhoz. A motivációról pedig még, hogy honnan merítek motivációt, én mióta belevágtam ebbe a videózásba, azóta ez a legnagyobb motiváció. Mondjátok, hogy szeretek, látszik a videókon, hogy ennyire szeretek takarítani, meg stb. Nem, nem. Piszkosul meg lennék takarítás nélkül. De ha már meg kell csinálnom, és meg kell csinálnom, akkor igyekszem pozitívan hozzáállni, és az, hogy én ebből aztán videót készítek, az, hogy milyen visszajelzéseket kapok aztán utána tőletek, az nekem feldobja az egészet. Ezzel lett aztán újra változatos a házi munka, meg érdekes, meg izgalmas. Rengeteg energiát adtok nekem ehhez, és szerintem más YouTube-os videózó, feltöltő, nem tudom, mit mondjak, elmondhatja azt velem együtt, hogy ez azért bizonyos fokig önző tevékenység is, hiszen nyilván motiválni szeretnélek titeket is, de én is rengeteg motivációt, erőt és energiát kapok tőletek. Ez oda-vissza működik. Mit csinálok a szabadidőmben, mivel töltődöm fel? Az utóbbi időben, amikor van egy kis szabadidőm, akkor videót vágok. Videót szinkronizálok, vagy ilyesmi, mert hát most már azért a gyerekek mellett a felvételek elkészülnek, hiszen mindennapi tevékenységről van szó, de azért sokkal maga a felvétel sokkal kevesebb időt vesz igénybe, mint aztán azt a sok pici videóból összerakni, összevágni, akkor többször újra megnézem, mert túl hosszúnak találom, vagy egy-egy részből túl sokat rakok be, és unalmassá válik, akkor utána rakok alá hangot, majd ezek után rakok alá még zenét, majd ezek után mondjuk még írok bele feliratokat, hogyha kell, és akkor, ha mindez megvan, akkor meg kell néznem egészben, hogy akkor minden rendben van-e, és ezután lehet véglegesíteni, majd elindítani a feltöltést. Az utómunkálat általában
sokkal több időt vesz igénybe, mint maga a felvétel, hiszen, mint mondtam, ugye maga a felvétel a mindennapi tevékenységünk, csak éppen veszem kamerával. Úgyhogy nagyon sokszor telnek ezzel az estéim, de nem bánom, mert egyébként ezt is élvezem, és ebből is folyamatosan tanulok, és újdonságokat próbálok ki. Ezen kívül egyébként nagyon szeretek olvasni, mint mondtam, próbálom tanulgatni a németet. Nagyon szeretek belefeküdni a fürdőkádba, és ott szoktam egyébként videókat nézni, miközben fürdök. Sorozat nem nagyon van, amit mostanában néztem. A Netflixen megnéztem a Korona című sorozatot, ami a brit királyi családról szól, de azt is úgy, hogy így lopva, hogyha közbe-közbe sikerült időt csennemre. Volt olyan, hogy éjjel már azt is szólt rám, hogy kapcsold már ki, mert amíg nézed, nem fogsz aludni. Amit nagyon-nagyon szeretek, de nem állok neki most már, hát szerintem utoljára talán egy éve ültem neki, az a kirakó, a puzzle, ugyanis folyamatosan próbálom növelni a puzzle méreteket, hogy mennyit tudok még kirakni, 2000-nél tartok jelenleg, és nagyon bántja a fantáziámat egy 2500-3000 darabos, hogy megpróbálnám kirakni, viszont hogyha nekiülök, akkor engem az beszippant. Képes vagyok úgy ülni órákat felette, hogy észre se veszem, hogy mennyi idő ment el. Ez nálam betegség. Úgyhogy annak inkább neki sem ülök, mert tudom, hogy a mindennapi teendők rovására menne. Annyira beszippant. Meg most már a gyerekek elől nem olyan egyszerű dugdozni, hogy aztán annak ne tűnjenek el darabjai, mert azért ehhez már egy ekkora kirakóhoz egy egész asztal kell, amire ki tudom teríteni. Úgyhogy ennek most ez ilyen tiltólistás dolog nálam. Ezekkel töltődöm föl mostanában. Nem nagy dolgok, de pörgősek voltak azért az elmúlt hetek, egy-két hónap, és nagyon jól jöttek ezek a dolgok. Eljárunk-e valahová rendszeresen? Soroltatok itt föl templomot, játszóteret, vagy ilyesmi helyeket. Nem járunk rendszeresen templomba. Játszótérre, igen, játszótérre azért el szoktunk járni, főként amikor jó idő van, és sétálunk Bendegúzért az oviba, akkor általában visszafelé jövet, a játszótér mellett sétálunk el, ha más gyerekek is megállnak ott, akkor mindig megállunk mi is. Hogyha itthon van a kertben, udvaron tennivaló, akkor a gyerekek itt játszanak, itt is van kint nekik csúszda, hinta, meg mi egymás. Olyan hely, ahová hetente mindig biztosan eljárunk, olyat nem nagyon tudok nektek mondani, azért rendszeresen igényünk van rá, hogy elmenjünk valahová, akár csak a barátainkhoz összereszteni egy kicsit a gyerekeket, beszélgetni egyet, tehát azért mindig mással, de igyekszünk összehozni egy találkozót. A településünkön is sokszor vannak rendezvények, amiben sokszor részt veszünk, mint szervezők is, és emiatt azért úgy gondolom, hogy elég erős közösségi és társasági életet élünk. A következő kérdés. Hogyan fekszik le Ebi önállóan ilyen ügyesen? Ezt is többen kérdeztétek az esti rutinos videónk után. Hát jó kérdés. Tehát, hogy mikor a gyerekek megszülettek, mind a kettőnél úgy voltunk vele, hogy mi eldöntöttük azt, hogy szeretnénk, hogyha a saját szobájában, a saját ágyában aludna. Nekünk ez volt az elképzelésünk, és hála Istennek ez sikerült is. Tehát első pillanattól kezdve, ahogy hazajöttünk a kórházból, Bendegúz is bekerült a kis ágyába, megetettem, ha nem aludt el benne, mármint a kaja közben, akkor is bekerült az ágyába, puszi, és akkor kijöttünk, és nem is emlékszem rá különösebben, hogy nagy ordítások lettek volna amiatt, hogy kijöttünk. Talán kétszer vagy háromszor volt olyan, ez is így elszórtan, hogy volt egy kis nyöszörgés, miután kijöttünk tőle, de semmi extra, hogy itt órákig üvöltött volna, hogy menjünk be hozzá, és maradjunk bent, amíg elalszik. Volt egy időszak neki, mikor igényelte, hogy hason aludt, hogy a kezünk a hátán legyen, és ezt úgy oldottuk meg, hogy volt egy plüssmacink, amit ráfektettünk a hátára, amikor már félig aludt, és akkor csak az kellett, hogy az érintést érezze, és simán elaludt. Így volt ez napközben is, hogyha bevittem az ágyába, akkor behúztam a függönyt,
Betakartam, adtam egy puszit, és akkor alvás. Abigailnél ez dettó ugyanígy működött. Bekerült az ágyába, kijöttünk, jó éjszakát. És valahogy nekik is ez lett aztán a természetes. Biztos vagyok benne, hogy ez azért a gyereken is múlik, hogy milyen beállítottságú, de nálunk ez mind a kettőjüknél működött. Ez pedig, hogy belemászik a saját ágyába, és puszi, és kijövök, és jó éjszakát, ezt már a bátyjától látta, ezt már a bátyjától tanulta meg. Nem emlékszem pontosan, most már több mint 2 hónapja, hogy ez az ifi ágy van bent nála, és mivel egy időben fekszenek le, megvan az esti mese, látja, hogy Bendegúz mászik föl az ágyába, és takarózik be is jó éjszakát, és utánozta őt. Úgyhogy most már, hogyha Abigailnél olvasunk, akkor Abigail pattan az ágyába, Bendegúz is puszit ad, kijön, megy aludni. Ez már egy az egyben a bátyjának köszönhető, hogy az ő példáját követi. Következő. Tervezős vagyok-e vagy spontán? Hát azt hiszem, hogy azért ez a bevásárlásos videóimban látszik, hogy én eléggé tervezős vagyok, mert bevásárlólistát vezetek, meg menütervet készítek, meg teendőlistát vezetek, meg bakancslistát vezetek, meg mit tudom én még milyen listát vezetek. Engem a főiskolás barátnőim csak úgy hívtak, hogy listás lány, mert a határidőnaplom is folyton tele volt listákkal. Én ezzel szedem össze magam, így talán nem felejtek el sok mindent, úgyhogy abszolút tervezős vagyok, de azért időnként előfordulnak spontán húzásaim. Az viszont akkor számomra is nagyon izgi, mert akkor egy kicsit úgy kilépek a komfortzónámból. Lehetne gyakrabban videó? Többen kérdeztétek, hogy lehetne gyakrabban videó. Egyébként most az elmúlt 1-2 hétben sikerült heti 2 videót produkálnom, viszont előtte nagyon sokat görcsöltem ezen a kérdésen, hogy igen, szeretnék gyakrabban videót. Azt hamar láttam, hogy nem fogok tudni heti 2-t bevállalni minden egyes alkalommal, hogy mondjuk azt mondjam, hogy vasárnaponként és szerdán vagy csütörtökön mindig lesz videó, mert ehhez viszont nagyon képlékenyek a napjaink a gyerekekkel. Ezért én még mindig azt tartom, hogy heti 1 az, ami egészen biztos, amihez fixen tartani szeretném magam. Elejétől fogva úgy szerettem volna egy időintervallumot kitűzni magamnak, amit mindig tudok tartani. Most igen, egy kicsit sikerült besűríteni. Nem tudom, hogy aztán most a jövőben hogyan fog alakulni. Én egyelőre ígérni nektek csak heti 1-et szeretnék, mert ahhoz egészen biztosan tudom tartani magam. És ha közben elkészül 2, akkor legyen ez kellemes meglepetés. És az utolsó kérdés, ez nagyon aranyos volt, köszönöm szépen. Honnan van ennyi energiám? Nincs mindig ennyi energiám. Nincs. Valószínűleg ez genetika, hogy van ennyi energiám. Anyukám egy igazi energizer nyuszi, és fogalmam sincs, hogy csinálja, mert nem kávézik. Elképesztő. De a dédnagymamám meg még ennél is durvább. Tehát, hogy dédnagymamám meg annyit dolgozik, mint mi az egész család sem. Genetikailag valószínűleg ezt örököltem, de azért nem minden nap ilyen. Nekem is vannak olyan napjaim, amikor semmihez semmi kedvem, amikor felkelni sem lenne kedvem, de erőt veszek magamon. Na, nem ezek a napok, amikor a legjobban haladok a tennivalóimmal, nem ezek a napok általában, amin felvétel készül, mert sokat nem érne az a felvétel, sok mindent nem látnátok rajta, de vannak ilyen napjaim. És nem akarom nektek csak itt a csitti-fitti csodavilágot mutatni, mert nem ez van. Vannak nekünk is rossz napjaink, vannak napjaink, mikor a gyerekekkel fáradtabbak vagyunk, nem vagyunk egy hullámhosszan, és egész nap csak harcolunk egymással, meg veszekszünk egymással, meg egyszerűen nem tudunk zöldágra vergődni, és akkor csak puffogunk egymásnak. Vannak ilyen napok. Mindenkinél vannak ilyen napok, én ezt vállalom. Nem vagyunk tökéletesek, nem tökéletes az életünk. Csináljuk, ahogy tudjuk, legjobb tudásunk és legjobb érzésünk szerint. Remélem, hogy mindannyiótoknak tudtam választ adni arra a kérdésre, amit feltett. Köszönöm szépen a kérdéseket. Hogyha vannak esetleg további kérdéseitek, akkor írjátok meg még itt nekem kommentben, illetve írjátok meg nekem
a véleményeteket, hogy hogy tetszett most ez a kérdez-felelek videó, mert hogy ilyet még soha nem csináltam, és izgultam miatta. Nagyon köszönöm még egyszer, hogy itt vagytok velem, tartsatok velem továbbra is, kérlek. Én pedig igyekszem hozni nektek érdekes, izgalmas, motiváló tartalmakat a továbbiakban is. Küldjetek nekem egy lájkot, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek, vigyázzatok magatokra, szép napot nektek, sziasztok!